Kedves nézőink, most a veterán bányász piknikről láthatnak egy összeállítást, amelyet a közelmúltban tartottak a Babucsa civil házban. Kérem, tartsanak velünk! A Babucsa civil házban bányászpikniket tartottak augusztus 8-án. Mi volt a rendezvény programja? Eredendően a rendezvénynek az volt a eredeti szándéka, miszerint az ajkai térségi bányászkodás 150. évfordulójának az évét ünnepeljük, és az egyéb bányász hagyományőrző egyesületek profi módon megünneplik az évfordulót, mi, akik ennek a lakótelepnek egy igen eredeti bányász lakótelep volt az eredete, mi úgy döntöttünk, a Babucsa Dülői Baráti Kör Egyesület, hogy egy bányászatra emlékező, de nem a 150 év bányászatáról akarunk megemlékezni, hanem a 150 év utolsó 50 évéről, amelyiknek a résztvevői, elszenvedői, alkotói mi magunk vagyunk, voltunk. Hiszen a itt jelen lévők gyakorlatilag szinte mind részt vett az utolsó 50 évben. Bármilyen furcsa, ezzel szembesülni kellett mindenkinek, és ez így van. Nem akartunk egy hivatalos, bárki, bármilyen rendezvény elől a sót elvivő rendezvényt készíteni, hanem egy kibővített, régi bányász brigád bulit, ahol egy kicsit saját magunk által főzött ételt, pörköltet megenni, egy kicsit iszogatni, egy kicsit beszélgetni, egy kicsit harmonikázni, egy kicsit énekelni, de leginkább az elmúlt 50 év különböző dolgairól beszélgetni. És megvalósult az, hogy itt olyan napokat, olyan eseményeket emlegetnek föl egymás után, amik 30-40 évvel ezelőtt történtek, és utána azt mondja mindenki, hogy de jó volt erről beszélni, már nem is nagyon emlékeztem. Hát nekünk ez volt a cél, hogy az utolsó 50 év még élő szereplőivel megbeszélni a történéseket, és ha egy mód van, rajtunk nem múlik, hogy egy hagyományteremtő rendezvény lesz, vagy legyen. Amennyiben ez a réteg, ez a szakmai kör igényt tart rá, a Babucsa civilház az elkövetkezendő időkben is szívesen helyt ad évi egy ilyen rendezvénynek a lebonyolítására. Kulturális programmal is készültek. Milyen fellépőket láthattak a mai napon az itt jelenlévők? Hát kicsit nehéz a dologról beszélni, amikor a kulturális rendezvény első szereplője Rácz András, aki az én unokám, és egy kis bányászvers, amit a menyem, aki pedagógus, ő írt. Hát ez volt a vers. Választhattunk volna nagy költők, nagy verseit, de mi ezt választottunk, és Ajka két nagyon meghatározó szereplője, a Padregi Bányász férfi kórus, aki kimondottan magas színvonalon műveli azt, amit művel, ő adott egy kis darabot a repertoárjából, és ami a legfontosabb, a Babucsa Civilház és a Babucsa Civilház Egyesület legfontosabb szempontja az, hogy a fiatalság, az ifjúság, a fiatalkorúaknak a fölkarolása, és ebbe pontosan beleillik a kis rock and roll
rock'n'roll, dinamik rock'n'roll együttesnek a működése, akik immár az alig másfél éve meglévő Babucsa Dülő Egyesület életében harmadszor lépnek fel, ingyen, térítésmentesen, barátságból, és a továbbiakban is úgy érzem, hogy hosszú távú egyességet kötöttünk arra, hogy ők mindenkori szereplői lesznek majd a mi kis rendezvényeinknek. Szeretném az önkormányzat nevében és polgármester úr nevében megköszönni Babucsa baráti körnek, hogy ezt a rendezvényt létrehozta, ezt a találkozót létrehozta, mindazoknak, akik ebben segítettek, és mindazoknak, akik itt részt vettek. Fontos dolognak tartjuk ezt, hiszen úgy ítélte meg az önkormányzatunk, hogy azon a palettán, ahol a bányászat elmúlt 150 évéről, mint ahogy a Babucsa baráti kör elnöke Gyula barátom elmondta, 150 évéről megemlékezünk, sok-sok módon, sok-sok lehetőség van Ajkán, és ez nagyon fontos, hiszen valahol a bányászat indított el ennek a városnak a fejlődését, a kialakulását. Ugye különböző klubok, különböző civil szervezetek, nem akarok itt mindenkit név szerint felsorolni, de megemlíteni talán a nyugdíjas klubokat, a Csingervölgy Egyesületet, aztán a bódéi bányász hagyományőrzőket, Jó Szerencsét klubot, és sorolhatnám itt a bányászenekart, vagy éppen a szakszervezeteket, akik kiemelkedő szerepet játszanak ebbe, és elnézést kérek, akit nem említettem meg, nem azért, mert nem tisztelgünk előtte, talán most nem fér bele. Még egyszer szeretném megköszönni, és kívánom önöknek, hogy minden évben ezt rendezzék meg, legyen minden évben elejük, és biztos vagyok bent, hogy ez hozzá fog járulni a bányász hagyományok őrzéséhez. Szív dobban, kalapács koppan, csákány csattan, vár a kas, dörög a bánya, virul a szén, a bányászt várja. Hely rajta, gyerünk bányász, szállj a kasba! Indul a mélybe, a bánya szívébe, bányász lelkek rejtekébe. Száll a szénpor, mint a füst, csillog a szén, akár a rézüst. Műszak végét fújnak már, a szívlapát is megáll. Szív dobban, csákány lassan lehuppan, vár a kas, csendes a bánya, a bányászt a családja hazavárja.